A korábbi években a földhivatal munkatársai kizárólag helyszíni bejárással próbálták kiszűrni a parlagfűvel szennyezett területeket. Ebben az évben azonban a mezőgazdasági szakigazgatási hivatal elkezdte az országban a légifelderítést. Négy területet jelöltek ki az országban, amelyet vizsgálni kell, megyénkben 240 ezer hektárt. A szakemberek olyan eszközökkel dolgoztak a helikopterekből, amelyekkel a növények erezetét is lehet látni, így könnyen felderíthetőek a fertőzött területek. Ezek nagyságát GPS koordinátákkal határozták meg, majd fénykép és videófelvételeket készítettek róla, ez a bizonyíték a későbbi eljárás során. Egy egészen kis területet találtunk fertőzöttnek, 135 hektárt, ez 73 parcella, és ezek közül a parcellák közül a legtöbb az a naplaforgó terület volt. Kukoricát azt nem találtunk, csak két fertőzött területet. Ezen kívül a kalászos tarlók és nem művelt területek, amik még jellemzően fertőzöttek voltak. A szeptemberi légi felderítés mintegy 130 földtulajdonost érint, ők az előzetes beslések szerint 15 és 50 ezer forintos bírságra számíthatnak. A tapasztalatok azt mutatják, hogy az utóbbi években jelentősen csökkent a szennyezés, a megye Beregi és Szatmári részén korábban is kisebb volt a fertőzés, a nyírség homokos területén volt nagyobb, de itt is lényegesen csökkent. Ez annak köszönhető, hogy mind az önkormányzatok, mind a termelők egyre hatékonyabban védekeznek a parlagfű ellen.